Mintha a járdán haladna, úgy futott át a narancsárga puloverben a gyalogos az úttesten a rendőrség felvételén, mutatjuk újra lassítva, a múzeum oldalától indulva egy autóst megállásra kényszerítve, nyugodtan kocog a megyei önkormányzat épülete felé, pedig a zebra csak néhány méterre volt. Ezt a felvételt is lelassítjuk, látszik, hogy az autó sofőrje a piros lámpa ellenére kanyarodik balra, még egy zebrán is áthajt. A felvételeket szerdán készítették a rendőrség munkatársai. Az egyenruhások egész nap Szekszárd forgalmas közlekedési csomópontjainál ellenőrizték a közlekedőket. A délelőtti órákban az Arany János utca és a Szent István tér kereszteződésében, az ominózus OTP-s kereszteződésben álltak ki kollégáim, ahol a szabályszegő gyalogosok figyelmét hívták fel arra, hogy a tőlük 50 méterre lévő gyalogos átkelő helyen kell átkelni az úttesten, nem pedig a kicsit közelebb lévő, esetleg rövidebb utat eredményező Arany János utca és Szent István tér kereszteződésében. Ezen kívül még a város két veszélyes helyén ellenőriztek a rendőrök, és bírságolniuk is kellett bőven. Leginkább a biztonsági övvel és az elsőbség megadásával voltak gondok, de feljelentés is született. És volt a mai napon olyan gyalogos, akit fel kellett jelenteni a kollégáimnak, mert nem ismert el a jogsértést. A rendőrségnek nem ez volt az egyetlen egésznapos belterületen megtartott ellenőrző akciója. Azt mondják, egész évben számítani kell hasonló ellenőrzésekre.